Még bízok benne azért, hogy egy-két ilyet tudok játszani, ez egy óriási nagy siker, és nagyon boldog vagyok, hogy így. Hallod a csatazajokat? Kincs, mert többiek kimentek. Természetesen is. Így szeretném megköszönni mindenkinek, aki ez a sikerhez hozzásegített, aki pedig ezt ellenezte, és többször is szidott minket, az már tett egy szívességet most. Bennem él még, amikor 6. koromban talán leigazolt az Zalaegerszeg, azóta szép sorba a végjárva Szamár Létrát jutott, már hál' Istennek idáig, hogy bajnoki címet ünnepelhetünk. Egy ilyen mérkőzésen, ahol megnyeri az aranyérmet a csapat egy döntetlennel, azért az edzői húzásnak semmiképpen sem rossz, hogy bejön egy cserejátékos, és első érintéssel lő egy gólt. Hát ez szerencse, bár a Raduban ez nagyon benne van. Én viccesen azt mondtam neki a csere előtt, hogy tavaly bent tartottad az Zalaegerszeget, most csinálj belőlünk bajnokot, hát szerencsére összejött. Hogyha most kimennél a szurkolók közé, mi történne szerinted, mondjuk az öltönyöddel? Hát lehet, hogy be kéne ruháznom egy újabbba, ez nem vicces. Na menjünk arrébb! Pályafutásos során volt egy pont, amikor hívtak Cseperre, és te nemet mondtál, de hát valamilyen szempontból édesapád nyomdokaiba lépsz, ezzel az aranyéremmel már biztos. Hát örülök, hogy így látod, nagyon jól esik, és hát én büszke vagyok az édesapámra. Hát nagyon örülök, hogyha játékosként nem is tudtam a nyomába érni, de talán így azért sikerül valami maradandót alkotni. Gratulálok az aranyéremmel! Az illusztris vendégek, Demján Sándor úr, a Magyar Labdarúgó Liga elnöke, Mészői Kálmán, a Magyar Labdarúgó Liga szakmai igazgatója, és Fehér Imre úr, a Borsodi Sörgyár RT, a Liga névadó szponzorának képviselője, marketing menedzsere. Ők adják át majd a díjakat, és a végén a serleget. Elsőként Turi az, a kapus, aki általában ugye kezdőkapus volt, Turi Géza, aki átvette az érmet, Bonkis. Esküszöm őszintén, hogy nem igazán erre számítottam. Egy kicsit a gyerekek egy kicsit túlmentek az elképzelésem, de ez is esküszöm, hogy a életem egyik legboldogabb napom a mai. Aki ma védett, és még egyszer mondom, megbízható tartalék volt, Bardi Gábor. Én is csak a kívülről látom, hogy kiérkezik. Csóka az egy kis gyerekkel, aki talán az utód lesz itt a pályán is. És mezt is cseréltek azért, mint láthatjuk, hiszen fehérben játszották a mérkőzést, és most már kék mezben. Kinek írod alá ezt a mezt? A barátnőmé lesz, vagy hát a feleségemre lesz, bocsánat. A barátnője kérte, így pontosabb. És őnek írom alá, iratom alá. A díjátadásnál jól láttuk, hogy a kisfiad vagy a kislányod volt veled? Igen, a kisfiam volt, és már megbeszéltük előtte a Flóriékkal, hogy oda fogjuk vinni a díjátadáshoz. Ő mit mondott neked a mai meccs előtt? Nyerjetek? A kisfiam? Hát még igazából olyan nagyon-nagyon sokat nem tud beszélni, de természetesen nagyon szurkolt nekünk. Bozsik Péter azt mondta nekem a mérkőzés elején, hogy nagyon sokszor kicsit haragudott az újságírókra, mert neked ötöst adtak a Nemzeti Sportban például egy-egy meccs értékelésekor. Ő pedig azt mondta, hogy az idén során rendkívül kiegyensúlyozott jó teljesítmény nyújtottál. Mondta ezt neked is a mester? Igen, nekem is mindig mondta a meccsek után, hogy ne foglalkozzak végül is az osztályzatokkal, de én nem is foglalkoztam vele, tehát abszolút nem ez érdekelt, hogy hányos kapok az újságoktól. Én nagyon örülök neki, hogy bízott benne a Péter, és én úgy érzem, valamilyen szinten meg is tudtam hálálni ezt a bizalmat. Említett, hogy nem érdekeltek az osztályzatok, mi érdekelt? Hát az, hogy a csapat jól játszon, és eredményesek legyünk, és természetesen az, hogy bajnokok legyünk. Ez most megvan. Lehet már ilyenkor egy következő célon töprengeni, vagy még ez korai? Hát én úgy gondolom, hogy azért korai. Hát jön egy felkészülés, aztán majd meglátjuk. Jön a Bajnokok Ligája, a selejtező, nagyon nehéz lesz bajnokság, úgyhogy ezen még igazából nem gondolkoztam. A felkészülés előtt egy dáridó belefér még, vagy most már borzasztó fáradtak vagytok? Hát eléggé fáradtak vagyunk, de szerintem még biztos, hogy lesz buli, úgyhogy a kenőnek is lesz az esküvés, gondolom.
a csapattagok ott lesznek, úgyhogy lesz még buli. Szamosi, aki mint említettem, az MTK-ból igazolt ide, és azt hiszem Keneseivel együtt ő sem fogja megbánni, hogy a csapathoz érkezett. Udvari, Babati, aki az Újpest után a Zalaegerszeggel is bajnokságot ünnepelhet. Urbán Flórián, szintén ifjabb Urbánnal. Hát neki kijárt ez az arany, azt hiszem az egész pályafutását tekintve. És a kisgyereknek akasztják föl, majd ezt ha visszanézi, azért a papáé. Rendhagyó dolgot fogok kérdezni, Flóri, mert tőled szerintem már mindennek kérdeztek, amit ilyenkor az újságírók úgy végig gondolnak, az, hogy a pályafutásod vége felé szereztél aranyat, stb. De van-e olyan, amit nem kérdeztek meg, és mindenképpen szeretnéd elmondani? Kinek köszönhetem ezt az aranyérmet, azt még senki nem kérdezte meg. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezt hozzásegített. Elsősorban a feleségemnek, a leendő feleségemnek, még nem a feleségem, de valószínűleg el fogom menni. Tehát ő tette a legtöbbet, érte a nyugodt családi háttér, a nyugalom volt a szüleimnek, édesanyámnak, édesapámnak, és az újpesti pici barátomnak, aki nagyon sokat tett ő, és ezért a sikerért, hogy én magyar bajnok lehetek. Tehát akit kihagytam, attól elnézést, de szeretném mindenkinek megköszönni, de elsősorban ezeknek az embereknek. Akkor ez az aranyér nem hozzásegít egy esküvőhöz? Elképzelhető. Nagyon sokszor megkérdezte már tőlem a anyasszony, hogy mikor veszem feleségül, mindig halogattam, de lehet, hogy most úgy döntök, hogy elveszem feleségül. Valószínű, hogy így lesz, hogy mikor lesz, azt még nem tudom. De hát majd arról értesítem a médiát, és akkor mindenkit meghívok arra. Hát nagy-nagy ünnep ez. Róth Ferenc kapja meg a díjakat. Aztán Balogh Csaba a következő. Nem tudom, hogy az élőképet nézzem, vagy az igazit. Egresi érkezik, és kapja meg Demján Sándortól az érmet, és a gratulációkat a többiektől. Waltner, Radu Szabó, és itt is a gyermek kapja a díjat. Én azt tudom mondani, én nagyon boldog vagyok, ha sikerült a bajnok nyertünk. Kenesei Krisztián, aki tehát harmadszor ünnepel, 1997-ben és 99-ben az MTK-val volt bajnok. Kenesei Krisztián is itt van, az Zalaegerszeg legjobb góllövője, 21 gólt lőttél Krisztián ebben a szezonban. Gondolom nem bántad meg végül is, hogy ideigazoltál. Nem, egyáltalán nem bántam meg, főleg azért nem, mert ilyen csodaszín közönség kijött, és végig búzított minket az egész bajnokságba. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük be ezt a bajnokságot. Igaz, végig másodikok voltunk, de tudtam, azért reménykedtünk benne, hogy megnyerjük. A mai ünnepség lesz nagyobb, vagy az, ami szerdán volt? Hát szerintem a szerdai az nagyobb volt. Ez most már egy kicsit olyan, a bajnokságnak az utolsó mérkőzése volt, ez már egy kicsit olyan nyíltabb hangulatú lesz. Ott nem készültünk arra egyáltalán, nem gondoltuk volna, hogy el tudjuk dönteni ezt a bajnokságot szerdán, így alakult, úgyhogy... Voltál már bajnok az MTK-val, hol értél át felemelő pillanatokat, amikor bajnoki címet nyertetek, ott vagy itt? Hát megmondom őszintén, mind a három aranyérem gyönyörű volt, mind a háromra egyformán gondolok. Ez azért jó, mert tényleg itt egy csodálatos közönség volt, kim voltak a mérkőzéseinken 15 ezeren, úgyhogy ez azért szem, mert többen kim voltak, és többen örültek nekünk. Van mögöttem Nagy Lajos, az egykori Videoton nevelés, a Gázszerben is játszott, és 1999-ben igazolt az Zalaegerszeghez. Jubojevic, Král új szerzemények tehát, szerb, illetve szlovák idegen légiós. Egyelőre Molnár Balázs nem láttam, de lehet, hogy valahol ott már átvette a díjat. Józsi, Telek András, aki ugye ne feledkezzünk el arról, hogy ősszel játszott, és nagyon jó dolog, hogy az zalaegerszegiek nem feledkeztek el róla. Bozsik Péter tehát, a 101-szeres válogatott, Bozsik József fia,
reméljük egy nagyon-nagyon szép edzői pályafutás második nagy sikere, hiszen én már a vasas bronzérmét is ide sorolom. Gratulálok a bajnoki címhez, ilyennek képzelt a mai meccset? Hát az eredmény tekintetében bíztam benne, hogy azért nem fogunk kikapni, de nagyjából erre lehetett számítani, igen. Bár én úgy gondolom, hogy azért még így is voltak lehetőségeink, de hát inkább menjenek be akkor, amikor fontos. Egy edzőnek milyen feladat ilyenkor felkészíteni egy csapatot egy mérkőzésre? Egyáltalán beszélhetünk-e felkészülésről? Mit mondott az öltözőben a játékosoknak? Hát azt kértem tőlük, hogy játszanak egy jó időt felszabadultan, kinek mit tesz lehetővé az állapota, és élvezzék ilyenek a mai napnak minden pillanatát. Melyik volt a legkritikusabb szakasza a bajnokságnak? Én úgy gondolom, hogy kettő volt egy ősszel, amikor a jó kezdés után egymás után négyszer kikaptunk a hetedik és a tizedik forduló között. Azon kívül tavasszal volt talán egy megtorpanásunk, a debreceni 6-1-es sikert egy picit túl ünnepeltük, és utána három mérkőzése mindössze egy döntetlenre futotta, de szerencsére azért túl tudtuk tenni magunkat ezen, és a körülmények is úgy alakultak, hogy a végén mi ünnepelhetünk. Mi volt az oka annak, hogy az Zalaegerszeg ilyen jól bírta a hajrát, elsősorban idegekkel, többször is hátrányból fordítottak a kritikus mérkőzéseken? Ez a csapat erejét dicséri, és a játékosok kvalitását, képességeit. Hát igyekeztünk természetesen a terhet is azért levenni róluk. Nem volt könnyű, mert azért nem nagyon vannak hozzászokva egy ilyen győzelmi kényszerhez, de hál' Istennek sikerült. Én tudom, hogy mindig azt mondják az edzők, hogy ez a siker a csapat diadala, de vannak-e azért olyan játékosok, akiket esetleg kiemelne az évad során nyújtott teljesítményük miatt? Hát mint edző tényleg azt kell, hogy mondjam én is, hogy egyértelműen a csapat diadala volt. Nyilván a szurkolók mindig jobban ünneplik a góllövőket, és igazából a szurkolók a nagy egyéniségekért tudnak lelkesedni, de én nagyon örülök annak, hogy a korábban szürkének számító játékosok is nagyszerűen fel tudtak nőni ez a feladatot. Na itt van Molnár Balázs, aki ugye Spanyolországban és Tatabányán is játszott, és úgy igazolt vissza Zalaegerszegre. És még mindig vannak érmek. A pályaedző Bozsik Péter segítője, Simon Antal. Úgy érzem, hogy közös itt a munka a csapattal, tehát egy stáb dolgozik. Nyilván azért vannak kisebb és nagyobb szerepek. Hát ami tőlem telhető, amiben segíthetek, vagy amire szükség van, azt megcsinálom. Jól emlékszem arra, hogy te Vácon bajnok csapattagja voltál, ugye akkor te játszottál még. Így van, Csank Jánosnál bajnokságot nyertünk a Váccal. Mennyiben más Vác, mint Kisváros, mint Zalaegerszeg? Hát igen, ez azért egy más dolog. Szóval ott mondjuk, mint játékosként nyertem bajnokságot, itt azért, mint edzőként. Azért annyiban más, hogy itt az emberek, tehát megőrülnek a futballért. Tehát az egy kisebb város volt, nem volt nagyobb hagyománya a futballnak. Óriási siker volt, de itt egy hete nem tudsz megmozdulni, szóval annyian vannak a városban, megállítgatnak, és karneváli hangulat van szinte egy héten keresztül. Terhes ez a szeretet? Hát ezt azért nem lehet megunni. Ez nem, szóval nem terhes. Itt viszont tényleg vannak elvárások, tehát egy kisvárosban az egyik oldala tényleg pozitív, hogy ez mindig megvan, viszont tényleg figyelni kell mindenre, hogy az embereknek ezt az őszinte szeretetét meg tudjuk tartani. Úgy néz ki, hogy összenőttetek Bozsik Péterrel, meddig tart ez a kapcsolat szerinted? Hát azért össze nem nőttünk, de egy olyan ember, akivel jó dolgozni, tehát nem kíváncsi a véleményre, partnerként kezel. Hát ezt majd a jövő eldönti. És most jön a csapatkapitány, Kocsárdi Gergő. Gergely, 15 éve vagy itt. Vesztes meccs után ünnepelték már így a csapatot? Hát nem, igazából még nem emlékszek ilyenre, de mégis nem is a mai mérkőzést ünnepeljük, hanem az egész szezont, ami úgy érzem, erőn felül teljesített a gárda, és de azért megérdemelte, megnyertük ezt a bajnokságot. Nagyokat fújtatsz a mai meccsen, fáradtál el, vagy az egész bajnokságban? Hát
az egész bajnokság igen fárasztó volt, mind fizikailag, mind pszichikailag, de azért 90 percet játszani azért ma is, főleg a szerdai ünneplések után elég megerőltető volt. Maragó Rihárd a közvetítésben említette, hogy amikor ide kerültél Zalaegerszegre, amikor leigazoltál a serdülő csapathoz, akkor hatodikos voltál. Akkoriban álmodoztál arról, hogy egyszer majd csapatkapitányként gólt lősz egy olyan meccsen, ahol a csapat, a felnőtt csapat a bajnoki címet ünnepli? Hát igazából először csak kisebb célokat tűztem ki magam elé, szerettem volna többet játszani, először bekerülni a nagy csapatba, egyre többet játszani és minél jobb játékos szerettem volna lenni. És hát szerencsére eljutottam idáig, hogy egy bajnok csapatban játszhatok, erre nagyon büszke vagyok, és nagyon boldog se vagyok most. És most már rohannak a szurkolók, eddig bírták, íme az ünnepélyes pillanat, a 100. magyar bajnokság győztese, az Alahin ZTFC. 1920-ban alapították a csapatot, és most 82 év után bajnok az Zalaegerszeg együttese, a 100. magyar bajnokság győztese tehát az zalaegerszegi csapat. Mindenki fölemelheti majd ezt a trófeát. A 12. csapat a magyar bajnokság történetében, amely első lett, 1901-ben a BTC volt az első bajnok, és most a 100. bajnokság nyertese az Alahúj ZT-je. Már érintettem a mérkőzés közben, hogy 1972-ben, tehát 30 évvel ezelőtt indult el először az élvonalban az ZT-je. Az idény végén a 6. helyet szerezte meg a csapat, és 1989-ig folyamatosan az élvonalban játszott. A legjobb szereplés a mostani szövetségi kapitány Gellei Imre irányításával a 4. hely volt 1985-ben és 1986-ban. Aztán 1989-ben kiesett a klub, egy évig 1991-92-ben visszajutott, majd 1994-ben megint az első osztályban ünnepelhették már, és üdvözölhették a csapatot, és azóta folyamatosan ott van az első helyen az együttes. Ha jól látom, akkor Mészői Kálmánnal készülhet majd egy riport, hallgassuk. Igen, valóban itt áll mellettem Mészői Kálmán, a Magyar Labdarúgó Liga szakmai igazgatója. Megérdemelten lett bajnok a haladás? Zalaegerszeg, bocsánat, már itt butaságokat beszélek. Teljesen 100%-kal, nagyon örülök. Mert ez a vidéki csapat, ez a vidéki közönség nagyon megérdemli, annál is inkább büszke vagyok, mert egy bizonyos időt szakvezetőként töltöttem itt Zalaegerszegen, és óriási lépést tettek meg azóta. Merjük remélni, hogy mire jön a bajnokok ligájába a küzdelem, addigra itt egy új stadion álljon ennek a csodálatos közönségnek, ennek a csodálatos csapatnak, mert igenis példát mutatott, hogy nem adták fel, bármilyen nagy forral vezetek a pesti csapatot, és a jó szakmai munkának, amihez külön gratulálok Bozsik Péternek, a legfiatalabb edzőgarnitúra titánjának, hogy ennek ez lett az eredménye. Örülök az összefogásnak, amit itt tapasztaltam, a város vezetői, a klub vezetői, mindenki részéről példaértékű, példamutató kicsit nekünk budapestieknek, hogy körülbelül így kell a futballt szervezni, irányítani, és akkor egy ilyen eredmény nem maradott el. Nagyon gratulálok még egyszer, további sok sikert, és ha így összetartanak, borzasztó örömmel vennénk, ha a bajnokok ligájába pedig egy olyan fajta csapat jönne össze, megerősítve egy pár új igazolással, aki a bajnokok ligájába a régi Ferencváros tudná méltóképpen képviselni, és az egész magyar futball. Egykori szövetségi kapitányként, egykori kitűnő, nagyszerű játékosként hogyan látta, mi vezetett ahhoz, hogy a tizedik helyről, a tavalyi tizedik helyről most egészen a dobogó tetejéig repült az Zalaegerszeg? Hát úgy érzem, hogy egy nagyon fontos, ez és minden csapatra vonatkozik, hogy egy nagyon jó vezetés legyen, egy stabil háttérrel. Nagyon jó edzőt hoztak, egy fiatal, tehetséges, akit nem hittem volna, hogy Budapestről le fog jönni, lejött.
hisz én egy rövid ideig volt, amit említettem volt. Jó igazoltak, jó szakmai munka, ha kellett, kemények voltak, büntettek, hisz emlékezünk vissza, amikor itt voltak egy-egy kisiklások, nagyon komoly pénzbüntetéssel sújtották a játékosokat, előrenéztek, fegyelmezettek voltak, minden, ami ez a futballhoz hozzátartozik, az, hogy valaki bajnokcsapat tudja lenni, azt ők mindenben kiválóan képviselték, és ez példaértékű a magyar futball bármelyik csapatára nézve. Nem a legjobb a magyar futballunk, de az, hogy Magyarországon bajnokságot nyerni, az mindig hatalmas, óriási, tiszteletnek örvendett csapat, edző, játékosok, vezetők, és ez Zalaegerszegen minden összeáll. Csak gratulálok nekik ezért. Ez az ünnepség beváltotta a liga reményeit? Mindenféleképpen beváltotta, és engedjék meg, hogy mint szakmai igazgató megköszönjem a Videótornak ezt a kiváló hozzáállását, hogy fölcserélte a pályaválasztó jogot, hogy az Zalaegerszeg méltóképpen tudják még egyszer ünnepelni, végérvényesen, amikor a vége van a bajnokságnak. Ugyan nem sikerült ma nyerni, mert egy kicsit biztos több volt az ünneplés, ami érthető, és ez a vereség, ez teljesen más számlára kell most írni. És a Videóton nagyon-nagyon tisztelgett a sportszerűségből, hogy kell hozzáállni egy ilyenfajta másik vidéki csapatnak a nagy eredményéhez, és ez pozitív a jövőre nézve a magyar futballban. Arra kérem, hogy most röviden válaszoljon. Hogyan értékeli az egész bajnokságot? Említette, hogy nem igazán jó a futballunk, ez egyben a bajnokság értékelése is? Minimális kis elmozdulás van, de nem olyan léptékű, mint amit szeretünk volna, úgyhogy azt hiszem most csak ennyit lehet mondani, hogy itt elsöpörnek a játékosok, úgyhogy... Így van, köszönöm remélem, szépen! Hogy lesz jobb. Így van, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá. Richard, tiéd a szó ismét. Köszönöm szépen, és ezek a képek azt hiszem mutatják, hogy ahogy mondtam észre, Kálmán, lehet, hogy nem az igazi a magyar futball, de hát a bajnok csapat az megérdemli az ünneplést. Bozsik Péter, aki 33 évesen lett edző a Pénzügyőrnél, az NB3 Duna csoportjában 1998-ban ezüstérmes volt, az volt ott a legjobb helyezése, aztán 2000 őszén a Vasasnál lett dr. Mezei György segítője, 2001 elején lett vezetőedző is, amint már említettem, ott bronzit pedig aranyérem. Hát kitűnően kezdett az Zalaegerszeg, ugye az első hatfordulóban 5 győzelem, 1 döntetlen volt a mérleg, utána jöttek azok a kisiklások, a 4 vereség, amiről Bozsik Péter is beszélt, de itt a végén 11 pont volt ugye az előny az MTK-nak az őszi záráskor, de most az Zalaegerszeg ünnepelhet.